Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe, mennyire érti az ingatlan piac, hogy te mit csinálsz? Én írtam az Ingatlanos Álmok könyveket, enyém az Ingatlanos Álmok klub, és április 3-án egy órás előadást tartok, méghozzá hogyan indulj az első ingatlan befektetésedre címmel. Alattam itt kattints, és már ott is lehetsz majd, szombaton 10 órakor. Ez azért fontos, mert nekem a legnehezebb azt volt megtanulni, és ezt még mindig tanulom, hogy a saját célpiacom fogja föl, hogy én mit csinálok egyáltalán. És nagyon sok olyan embert ismerek, aki baromi jó abban, amit csinál, de annyit akar adni a saját piacának, hogy tulajdonképpen azt sem tudják, hogy ő mit akar tőlük. És nagyon fontos, és tedd fel most magadnak a kérdést, akár írd meg itt a videó alatt nekem, hogy szerinted a te célpiacod, ingatlan piacod érti-e, hogy te mit csinálsz, hogy mivel foglalkozol, hogy te akár ingatlan közvetítő vagy, és adsz-veszel ingatlanokat, vagy bérbe adsz ingatlanokat, vagy azt csinálod, amit én, hogy saját tulajdoni ingatlanokat bérbe adsz, én elsősorban ugye hosszú távú bérbeadással foglalkozom. Itt az a kérdés, hogy a te célpiacod ezt érti-e? Ez, higgyétek el, hogy ez egyik legfontosabb kérdés, mert a másik oldalt meglátni, ugye én azt, aki ismert, ugye nem vagyok túl empatikus, és ez nekem nagyon-nagyon nagy nehézségekbe ütközik mind máig, tehát én ezt az oldalt fejlesztem. Ugye mindenki mondja, hogy leggyengébb részedet kell fejleszteni, nekem ez az empátia, hát nyilván nem az empátiát fejlesztem, de az, hogy a piacon működését és a saját ügyfeleim gondolkodás módját meg akarom érteni, ezt viszont igenis fejleszteni kell. És nem csak nekem, hanem akár neked is, mert akkor leszel tulajdonképpen egy fél lépéssel a sikertől, és akkor lesz esetleg az, hogy téged fognak keresni azzal, hogy figyelj, ebben gondolkozom, segíts nekem, és akkor vagy segítesz neki, kócsolhatod, beszállhatsz hozzá befektetőként. Ugye én nálam is ez volt, mikor végre rájöttem, hogy ez hogyan működik, akkor megjelentek az első befektetők. De csak úgy, hogy te utaltam pénzt a számládra, ugye ez egy barátom volt, nem tudom a számlát, a számot is honnan szerezte meg, a másik letett egy szatyor pénzt az asztalra, ezek mind-mind akkor fognak eljönni, amikor végre a másik oldal megérti, hogy te mit csinálsz. Jó? Ezek nagyon fontos kérdések, és nagyon érdekes, mert általában azokat a videóimat nézitek a legkevesebben, ahol tényleg olyan dolgokat osztok meg veletek, amiről tényleg az 1-ről 4-re tudná jutni. Ez is egyébként olyan, de nyilván erről szombaton, itt alattam kattints, és gyere az előadásra, nem kell külön regisztrálni, csak amikor, ha úgy gondolod, akkor legyél ott. És várlak szeretettel, és kérdezz, nincs rossz kérdés, csak jó kérdés van, csak tedd fel. Úgyhogy szia!